Még az is lehet, hogy én mondtam. Te mondtad. Ez még a múlt, én mondtam. Ez még a múlt, ja? Ez még a múlt körében volt. Szerintem Harsanyi Levi, mert ő egyébként nagyon őszinte pasi, és el tudom képzelni, hogy nyilván nem csak a nőknek nem jó mondjuk az első alkalom, de mondjuk a férfiak tekintetében is ez egy furcsa szituáció és egy új élethelyzet, ezért gondolom. Mindegyetlenül soha nem mondanám olyat, hogy nem jó, mert ugye neki minden jó mindig. És szerintem, ki volt a harmadik? Ja, Fecsó. Fecsó pedig, hát nem, ő abszolút nem ismer ilyen szempontból, úgyhogy... Szerintem C. Már pedig azért, mert a Levi valószínűleg nem, vagy csak vízből mondhatta ezt, vagy hogyha így lenne, hogy, és tényleg így is gondolná, én tudomásom szerint neki sokszor volt olyan, hogy az első volt, és lehet, hogy elment volna a kezdve, szóval, hogyha ez így lenne, hogy az első sose jó. Úgyhogy azért próbálkozott sokszor megtalálni az igazit szerintem. Nem hinném a Tibi, én sem gondolnám, mert Tibi egy olyan romantikus valaki, hogy csak jó lehet. Igen, csak szárnyakon tud beszélni minden ilyesmi kiváról. Úgyhogy C. Én rövid leszek, A. Szerintem a Levi. Így igaz, Levi mondta. Akkor csak vízbe mondta, ja. Nem, szerintem... Nem. Azért nem folytattam, mert azt mondtad, amit én mondtam, szerintem a Levi mondta, igen. Tehát, hogy is vízből, hogy... Vízből? De akkor... Szerintem ebben lehet komolyság is. Dehogy is, hát hogyha az első sose első... Akkor minek kínzod magad, érte akkor? Azt mondtam, hogy az első sose jó, vagy az első nem jó. Első nem, az első sose jó, ha. Az úgy... Az elvieség. Akkor se Levi. Nem baj, hát értem, ez a kérdés, akkor is olyan. Kipróbálom mindenkire az elsőt, hát ez most nem. Az első soha nem. Nem. Na jó, hát nem. Higgyetek nekem, azért jöttem át Pestről. Ez így van. Az első, az 95%-ban nem jó. Ez, amit mondasz, izgulsz, új terep, kinél vagyunk, milyen zene, mi történt. Szóval rengeteg rá. Az a helyzet, hogy mindegyik hölgytől hallottam már olyan információt, hogy megcsalta a párja. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz, talán, nem tudom, most így lehet, hogy a válással kapcsolatos sok riport miatt én a Vasarévit gondolom, vagy mondom, de én a Fresh Andy-tól is el tudom képzelni ezt a mondatot. Szerintem is legyen el. Szerintem is el. De miért? Én azt gondolom, hogy ő beszélne egyértelműen erről így. Vagy valószínűleg a... emberről egyébként is feltételezte, hogy megcsalná, és csak csoda, hogy csak most csalt meg, szerintem. Cseke Katinka mondta. Egyen meg, Cseke. Majd a legyős. Nem csalálják meg soha. Csak úgy mondom, hogy nézzel minket, Katinka. Fecsó. Én azt gondolom, Csonka András, hogy mindenki tudja, hogy hipohondertet, de fél a tűktől, és minden egyéb olyan dologtól, ami kórházban zajlik, úgyhogy én azt gondolom, hogy vagy a Fecsó. Szerintem is. Mert talán ő ilyen hiú, nem? Szerintem meg a Csonka pici. Tényleg. Igen, Csuti. Csuti volt botoxoltatni. Hol is látszik őt? Tényleg. Nekem én... Hány éves az a gyerek? Fiatal. Ha most elkezdi. Annak sose lesz vége. Generadzó Mária lesz a vége. Én még az arasztrémet is most kezdtem el tavaly. Nem mondtam. Még az sem. Hát legyen, hogy tényleg. Imádom. Na jó. Hat kencefice ott áll hát ebben az évben vettem az első jelzőt. Azt kellett mondták, hogy most már ki van szállatban, most már kell krémet. Hát azért... Hát ha... Én azért mondanám a Küllő Babettet, mert ugye ő egy vállalatlan luxus feleség színben van feltüntetve, vagy abban szeret úgy létezni. Szépen próbáltam megfogalmazni. És szerintem egyébként ő mondhatta ezt a mondatot. Szerintem is én mondottam egyébként. Ő szokott ilyen meglepő hülyeségnek hangzó, de mégis egyébként elgondolkodható dolgokat mondani. Mondd te is. És akkor hárban nem találjuk el. B. Jó, mondom én is. B. Így igaz, Költő Balett. Igen, Költő Balett. Szerintem egy férfi fordítva működik, mint egy nő. A. Albert Einstein. B. Ez. Ez. Ez.
Hát ez oké. Okay. Hát, szerintem német Kristóf, én nem mondanék ilyet szerintem. Szerintem lehet, hogy a Pari mondtam el, hogy jó, mi is ilyen statisztikát. Várjál, hogy hangzottál pontosan a mondat? Jó, én lehet, hogy egy Győr Fibára szavazok most. Nem, mi? Azt kizárt, hogy én mondtam. Lehet, hogy te mondtad. Lehet, hogy te voltál. De ha így tűl, de már, de nem azért, azért, mert ha én mondtam volna, akkor ez valamilyen szövegkörnyezetből ki lett véve egy, mit tudom én, egy hosszabb gondolatmenetből. Hogy valamiben. Valamiben működik. Másképpen működik. Igen. Tehát szerintem az lehet, hogy én mondtam. Igen. Valamiben, akkor így mondtam valószínűleg, hogy valamiben második, hogy valamilyen tekintetben. De akkor találjuk meg, hogy miben. Vagy, hogy hát szerintem nem, szerintem mondjuk egy ilyen, akár mondjuk egy szexetás kapcsán. Hogy van pontosan? Hogy egy férfi fordítva működik, mint egy nő. Ja igen, mert ugye a nő az érzelmi alapon indul. Még az is lehet, hogy én mondtam. Ez a, de te mondtad. Ez még a múlt, én mondtam. Ez még a múlt, ez még a múltkoriban volt akkor, nem? És szerintem igen, ugye? Igen. A múltkoriban, ugye? Ja, ja. Akkor na, tessék, Albert Einstein. Kész.